Sziasztok, Balogh Zsófi vagyok. A mai daráló témája a kormány újra és újra előrángatott ellensége, a genderőrület. Most kapcsol el mindenki, mert hüvelygomba reklámot is valószínűleg szívesebben nézne, mint egy tetovált csajt a genderről hadoválni. Aki viszont mer, az maradjon. Ígérem, hogy minden politikai oldal számára népszerűtlen szempontokat fogok tárgyalni. Már is kezdünk. November 10-én Varga Judit igazságügyi miniszter benyújtotta az alaptörvény 9. módosítási javaslatát, amelyben többek között a család definícióját bővítenik ki, illetve rögzítenének rendelkezéseket a nemi önazonosságról és a keresztény értékrend szerinti nevelésről is. A két nem teremtettségét is viszonylagossá tevő, egyesek szerint progresszív gondolatkészlet növekvő aggodalomra ad okot. Az alkotmányozónak ezért az eddigieknél is világosabban kell rögzítenie a gyermekeket és az eljövendő generációk jogait biztosító garanciákat. Ilyen az anya nőként, az apa férfiként való teremtettsége. Az apa férfi, az anya nő. Többek között ez az egyértelműnek tűnő állítás kerülne bele az alaptörvényünkbe, a család fogalmát meghatározó 50. cikkbe. Az időzítése ennek egészen szédítő volt. A rohamos ütemben terjedő, egész társadalmat és gazdaságot érintő világjárvány magyarországi berobbanása kellős közepén két pár nappal egymás után sietve és zavarosan meghozott járványügyi intézkedéscsomag között, amikor mindenki azzal volt éppen elfoglalva, hogy hogyan fogja másnaptól megoldani a távoktatást, a munkába járást, a vállalkozása bedőlését vagy a munkahelye megszűnését, a kollégiumból való azonnali kiköltözést vagy az esti kijárási tilalom miatt teljes átszervezését az életének, egyszer csak szembe jött egy ilyen hír, és az ember tényleg úgy érezhette, hogy valami párhuzamos valóságba csúszott át. Jogos a kérdés, hogy miért kellene bárkinek ezzel foglalkoznia jelen pillanatban, és miért tartja fontosnak a kormány, hogy ezt éppen most illesse bele az ország működését meghatározó alkotmányba. Nos, valószínűleg járvány nélkül is megtörtént volna ez, hiszen ez csupán folytatása az évek óta tartó kormánystratégiának a hagyományos értékrend védelméről, az igaz magyar családokról nemzeti színű PR tabletták formájában. Nem csak túléltük ezt az időszakot, de ma mi vagyunk a Kárpát-medence legnépesebb nemzete. Mi magyarok úgy tartjuk, hogy a keresztény kultúra nem csak egy erőforrása sok közül, hanem minden erőforrása. A lovagolni, menekülés színlelve, hátrafele nyilazni, vannak mindenfajta hagyományok, tehát valami cselvetést is szeretnénk látni. Ezek a olyan tulajdonságok szerintem, amelyek köthetők. Nem mondom, hogy csak Magyarországhoz, de a magyar nemzethez köthetők. A járványhelyzet külön jól jön a Fidesznek ahhoz, hogy ellenzéki ellenállás vagy társadalmi reakciót gond nélkül kikerülve tulajdonképpen bármit könnyedén átnyomjon rajtunk. Mert hogy a módosítással egyébként a közpénz definícióját is szűkítenék, és a kormányközeli alapítványok pozícióját is bebetonoznák. Az apa férfi, anya nő mondaton kívül a módosítási javaslat a gyerekek születési nemi önazonossághoz való jogáról is rendelkezik. De mi a franc az a nemi önazonosság, és mióta nincs ehhez joga a gyerekeknek? Mióta gondolja bárki is, hogy az apa ne lenne férfi? Maga érti ezt? Én nem értem ezt! Én sem értem ezt! Hát akkor ki érti ezt? Oh! Na, itt jön be a gender. Ez az állítólag nyugatról jött fertőző rákfene, ami jobban fenyegeti a magyar népet az ország vezetősége szerint, mint például az egészségügyi rendszer összeomlása, nem csak a járványidőszakra gondolok, vagy a hajléktalanság és a lakhatási problémák, a szociális ellátórendszer válsága, a nők elleni erőszak évtizedek óta nem csökkenő mértéke, a vendéglátásban, turizmusban, kulturális területeken dolgozók ellehetetlenülése, és még bőven lenne mivel érdemben foglalkozni morális pánikkeltés helyett. Mindezt mondom úgy, hogy rendszer szinten igenis van baj a genderrel, és nem is kevés. Nézzük meg, hogy egyáltalán mit jelent. Magyarra fordítva, eredeti jelentése szerint a gender a társadalmi nem, vagyis azok a társadalmilag meghatározott szerepkörök, viselkedések és tulajdonságok, amelyeket a társadalom megfelelőnek tart a nők és a férfiak számára. Vagyis én például biológiailag nőnemű vagyok, ezért a társadalmi elvárás felém, hogy nőies legyek, ami a külsőmet és a viselkedésemet illeti. Most például nem vagyok kifejezetten nőies, már a tetoválásnál és a rövid hajnál elrontottam sokak szerint, de várjatok, talán tudok még valamit felmutatni.
Hagyományosan tehát kecses, finom, feminin, sminkelt, szexi, férfi szemnek tetsző, fiatalos, mosolygós, tip-top, filigrán, bájos és hasonló jelzőkkel illetjük a nőies nő külsejét. Viselkedésében pedig legyen gondoskodó, önfeláldozó, mindig kedves, nem túl hangos, alázatos feleség, tökéletes anya, mert hogy alapból nem nő a nő, ha nem szül gyereket és nem ment férjhez. Nem kurvás, de tudja, mi kell a férfinak, miközben szűzies és lányosan ártatlan is egyben. Főz és mos és takarít, ingyen és lelkesen, miközben vigyáz az alakjára és szülés után azonnal formába hozza magát. Megszervezi az egész család teendőit, ápolja a nagymamát és a kutyát, macskát meg a kertet is. Ez mind együtt maga a női principium. És még jó sokba is kerül, hiszen a feminitást nem elég bensőnkben érezni, vásárolni is kell hozzá, mégpedig rengeteget. Lánykorunktól kezdve kozmetikai, ruházati termékek tonnáit tolják ránk a cégek, de tök jó, mert most már ráírják a pólókra, hogy feminista, úgyhogy még az egyenjogosítás illúzióját is kifizetjük a kasszánál. És most, ha nem bánjátok, visszaváltok inkább nőies nőből kényelmesbe. Természetesen a férfiakra is vonatkoznak ilyen társadalmi nemi elvárások. Legyél macsó, izomköteg, nőcsábász, hódító, uralkodó, gazdag, lovagias, harcos, agresszív, erőszakos, sőt, hadd idézzek a Honvédelmi Minisztérium pár napja posztolt szövegéből, amit a Nemzetközi Férfi Nap alkalmából osztottak meg. Férfiak, ti viszitek a vállatokon a fél világot, lovakként védelmezitek a nőt, a gyereket, az elesettet, tudásotokkal megváltoztatjátok a megváltoztathatatlant, elgördítitek a hegyeket és kontinenseket hódítotok meg, és az életetek árán is megvéditek a hazát és a magyar állampolgárokat. A férfiaktól elvárt maszkulinitás nyomása ugyanúgy egy kényelmetlen és szűkre szabott szerepbe kényszeríti már gyerekkortól a fiúkat, és ha ezt nem érzik magukénak, megszégyenítésre, kiközösítésre, akár erőszakra is számíthatnak a környezetüktől. Te férfi vagy, érted? És ez egy férfi lakás! Ha hagyod, hogy ez így folytatódjék, hamarosan ragacsos dolgokba lóg a kezed! Jól van, jól van, jól van, igazad van, beszélj vele! Igen, beszélj vele, légy férfi! Az vagyok! Vidd meg magad! Tehát a gender, azaz a társadalmi nem, a nőkre és férfiakra eltérő, társadalmilag meghatározott szerepeket ír elő, azzal az extrával, hogy a nőket a férfiakkal szemben alárendelt helyzetben igyekszik tartani. Hangsúlyozom, nem az a baj, hogyha valaki egyénileg nőies vagy férfias külsőt szeret, vagy ha azonosul a hagyományos értékrenddel, hanem hogyha ezeknek az elvárásoknak nem szeretne megfelelni, akkor büntetés, ítélkezés, kirekesztés vagy hátrány éri. Ha én nőként nem szeretnék gyereket szülni, férjhez menni, a házi munkát és a betegápolást egyedül végezni a családban, a konyhában tölteni az életem, vagy mondjuk abortusz mellett döntök, ha teherbe esek, ne adj Isten karriert építenék a gyereknevelés mellett, vagy a helyett, vagy elválnék a férjemtől, sőt, tovább megyek nem férfival, hanem nővel élnék, attól ne számít csak rosszabb, kevesebb, nem igazi, nem rendes magyar nőnek. Az államnak az lenne a felelőssége ebben, hogy az értékválasztás szabadságát biztosítja a nőknek, és azt, hogy se pozitív, se negatív diszkrimináció ne érje őket emiatt. A feministák alapvető törekvései közé tartozik tehát a gender, mint a nők és férfiak számára egyaránt káros társadalmi konstrukció lebontása, a nemi szerepelvárásoktól mentes szocializáció, a nemek alá-fölé rendeltségi viszonyából való kiszabadulás. Ezt jelenti eredetileg a gender equality, a nemi egyenlőség célkitűzése. És nagyon szuper, ha a kormánynak is a gender felszámolása a célja, de akkor komolyan kéne venniük a saját állításaikat. Ha gender szerintük is káros, akkor ne propagáljanak saját maguk is nemi sztereotípiákat. Mi a dolgok a nőknek? Hát mondjuk... Anyáknak vissza kellene térni elsősorban a gyermeknevelés mellett. A női principiumot beteljesíteni, nem? És közben lehet, hogy megütöttem a Terikét, de csak véletlenül. Ilyen melbőséggel kételkedek benne, hogy valaki kiskorú. A gender fogalmát egyébként egészen pár évvel ezelőttig a nemzetközi szervezetek és egyezmények is társadalmi nemként értették, és volt is egy erőteljes előremozdulás a gendersemleges nevelés és politikák irányába. Ezek olyan ördögi dolgok, miszerint a lányok játszhatnak nyugodtan autókkal és dinokkal, a fiúk meg felvehetnek rózsaszínű pólót, és a kezükbe vehetnek egy babát, és ettől senkit nem kellene csúfolni, hogy furcsa, vagy buzis, vagy nem lesz igazi férfi vagy nő belőle, hogyha így folytatja. But in this family, the sex you were born with does not dictate your gender identity. We don't gender toys, we don't gender colors, so whatever they're interested in. It's like they can just play with whatever toys they want, and yeah. You would never dictate what those toys were. No, absolutely not.
So they both have a lot of cars, and they both have dolls. Azonban kialakult a gendernek egy másik értelmezése is, ami nem társadalmi, hanem egyéni szinten identitásként kezeli ezeket a szerepeket. Ez lett a gender identity, magyarul nemi identitás. A transzjogi mozgalomból elterjedt, jelenlegi liberális gender értelmezés szerint, aki biológiai nemével valamilyen okból nem azonosul, az vagy az ellenkező nemmel azonosítja magát, vagy valamilyen férfinő kettősségen kívüli identitást val magáénak. Ez egyénenként változhat és teljesen szubjektív, nincs is teljes egyetértés a transzmozgalmon belül sem erről. És ez az a téma, amit mindenki igyekszik messziről elkerülni, pedig lenne mit tárgyalni róla, már csak azért is, mert pontosan emiatt szakadt ketté a 21. századi feminista mozgalom, és az alaptörvényben is e téma miatt szerepelnek a korábban említett mondatok az apáról, anyáról és a gyerekek nemi önazonosságáról. I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. Oh, let me tell you my name. I'm confused. Az apa férfi, az anya nő. Akár kőbevessük, akár nem, akár átírjuk a nemi szerepeket vagy az alaptörvényt, akár nem, akár megkövez ezért engem az LMBT közösség, akár nem, ez a mondat igaz lesz. Mert a biológiai nem nem változtatható, sajnos sem műtéttel, sem hormonokkal, sem ruházkodással, sem identitásváltással. Az viszont már igen, hogy az emberekkel biológiai nemük alapján hogyan bánik a társadalom. Én lenyírhatom a hajam és lehetek férfi inges dyke, vagy ultrafeminin táncosnő, neveztethetem magam nőnek, vagy férfinak, vagy nem binárisnak, attól még mindenki pontosan fogja tudni, hogy engem vagy a Gulyás Marcit kell szexista beszólásokkal illetni a komment szekcióban, vagy hogy nekem ajánlják-e majd a barkácsboltban a rózsaszín szerszámkészletet, amikor fúrógépért megyek be. És nekem lesznek menstruációs görcseim minden hónapban, akárhogy is azonosítom magam ide, vagy oda, vagy sehova. Ja, meg nekem szól a kormánytól az ige, hogy szüljem szépen meg fele azokat a magyar gyerekeket. Szeretnénk, hogyha a lányaink pedig az önmegvalósítás legvalósabb minőségének azt tartanák, hogyha unokákat szülhetnének nekünk. Tehát van helye a gender kritikájának, és kell is, legyen is mindenről társadalmi vita, merjünk hozzányúlni, kérdezni és beszélni róla. És van helye azt is értelmezni, hogy amikor Varga Judit ilyen módosítást terjeszt elő, az a kormány hosszú távú Európa ellenes nacionalista agymosásának a része, az ultrakonzervatív értékek propagálásának újabb eszköze, ahol mindenki ellenség, aki kilóg az elfogadott és elvárt szerepéből, a homogénre álmodott fehér, keresztény, engedelmeskedő magyar társadalomból. A migránsok, a melegek, a transzok, a cigányok, a szegények, a hangosszájú nők, a nem hazafi férfiak, a nemzetet eláruló külföldre települők, a liberálisok, a nem keresztény vallásúak, a szabad sajtóért, szabad oktatásért küzdők, értitek a logikát, nem sorolom. Ahelyett, hogy az állami szervek azzal lennének mondjuk elfoglalva, ami a feladatuk lenne, hogy legyen megfelelő szociális és egészségügyi biztonsági háló minden ember számára, világjárvány idején és azon kívül is, vagy hogy a társadalmat megosztó, ellentéteket szító retorika helyett a különböző színű, nemű, etnikumú, vallású, véleményű emberek egymás iránti szolidaritását, a szabad véleménynyilvánítást és ideológiától mentes nevelést népszerűsítse, illetve a jogalkotásban nem az éj leple alatt társadalmi vita és konszenzus nélkül falra vetített ellenség árnyékok felnagyításával szított félelem hullámokat meglovagolva hozzon rendelkezéseket. A liberalizmus és annak az eltorzult, elkorcsosult válfajai, amilyen a kommunizmus, a nácizmus, a fasizmus, illetve most a feminizmus. Oké, hát nevezzetek feminácinak, de szerintem az önazonosság kérdését nem törvényeknek kellene szabályozni, a nemi szerepekből pedig nem egyéni identitást kéne gyártani, hanem a nők és férfiak történelmileg egyenlőtlen és hierarchizált helyzetét úgy javítani, hogy közben mindenki szabadon kifejezhesse magát, elvárásoktól és retorzióktól mentesen. A Daráló második részét egy beszélgetéssel folytatjuk, vendégem Sáfrány Réka, a Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke és az Európai Női Lobby Igazgatósági Tanácsának tagja. Köszöntelek a műsorban. Köszöntöm én is a nézőket. Köszönöm a meghívást. A kormány nem először veszi elő a gender témáját, így a jogalkotással kapcsolatban. Nemrég az idén tavasszal az isztambuli egyezményt is ennek az ürügyén utasították el. Igaz, az isztambuli egyezmény teljesen máshogy értelmezi a gender fogalmát, mint ahogy a kormány. Miért van ez a zavar, és mit lehet vele kezdeni, illetve mit kéne vele kezdeni?
Igen, ahogy mondod, van egyfajta félreértelmezése annak, ahogy az isztambuli egyezmény utal a nemekre. Itt az emelendő ki, hogy ugye olyan felfogást tükröz az isztambuli egyezmény, hogy két nem létezik, férfi és női nem, és a gender fogalom, amit említ maga az egyezmény, az pedig egy ilyen konstruktivista megközelítés jellemez, tehát a biológiai nemeken alapuló társadalmi konstrukciókra van szó az egyezmény szerint. Tehát idézem, azok a társadalminak kialakult szerepek, viselkedési formák, tevékenységek és jellegzetes tulajdonságok, melyeket egy adott társadalom a nők és a férfiak tekintetében helyesnek tekint. Ez a gender meghatározása az egyezményben. Viszont 2011-ben, mióta ezt elfogadták, sokat változott a gender szó használata európai szinten. Azt figyelhetjük meg, hogy egyrészt használják a biológiai nem, tehát az angolul a sex szinonimájaként a gender, nőket érintő szakpolitikai intézkedésekre való utaláskor. Ez egy nagyon elterjedt és az EU-ban teljesen bevett gyakorlat, és nagyon-nagyon sok fogalomban, sok törvényben találkozni ezzel, és nagyon nagy a jelentősége, hogy ezt elérték egyébként, elértük eredetileg is. Egy társadalom elemzési kategóriaként is használják a gendert, tehát amikor megpróbáljuk beazonosítani és lebontani azt, hogy ugyan van a biológiai nem, de a ráépülő társadalmi elvárások, szerepek, ezek problematikusak, hiszen a patriarchális társadalomban az általában a nők alárendeltségével is együtt jár, tehát nem csak a reprodukciós szerepükkel, hanem egyfajta jogaik csorbításával vissza, tehát jogfosztottsággal is tulajdonképpen. És ezekhez jött hozzá az, hogy egyre inkább kezdték el úgy használni, mint hogyha a gender az egyéni szinten megélt nemi önazonosságot jelenteni. Tehát ezt genderként, vagy gender identity, tehát nemi önazonosságként, vagy nemi identitásként is szokták használni, röviden genderként, és ezzel kapcsolatban megfigyelhető ugye az egyre nagyobb mértékű hivatkozás arra, hogy ez a fajta gender felfogás legitimitást nyerjen a törvényekben is. Mi lenne ennek a hatása? Tehát a kormány általi, ugye ők is rendelkeznének a nemi önazonosság kérdéséről a születési nemmel kapcsolatban, ugye a gyerekekről szóló cikkelyben. Jelentene ez tényleges veszélyt, mennyire legitim ez a félelem, amit ők próbálnak a gender körül, nem tudom, kelteni? Azt gondolom, és számos kollégám is, illetve akadémiai emberek, akik erről gondolkoznak, úgy látják, hogy tényleg felerősödött az a tendencia világszerte, ami egyre inkább afelé irányul, akik transzneműnek vallják magukat, azok az emberek ne csak egyfajta nemi identitást, tehát az identitásukat legitimizálják, vagy ne csak azt biztosítsák, hogy például mentesek legyenek a hátrányos megkülönböztetéstől, hanem ennél mélyre menőbben olyan jogi változtatásokat érjenek el, amely által a biológiai nem egyre kevésbé lesz jelentős. Ezt értem, ez alatt azt értem, hogy az figyelhető meg a szakirodalom szerint, hogy a transzjogi követelések egyre inkább ebbe az irányba mennek, hogy egyrészt, és leszögezem, hogy emberi jogi szempontból
tényleg fontos az, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés, se egyéni, se társadalmi, tehát csoport szinten akár. De nagyon fontos, hogy ezekben a kérdésekben, amikor eldöntjük, hogy mennyire avatkozunk be a jog szintjén, ebben társadalmi vita legyen, egy értelmesen, alaposan lefolytatott és a kompromisszumok felé irányuló társadalmi vita. Most ugye azt látjuk, hogy az e fajta törvénykezés pont erre nem ad lehetőséget, és ezt például most egy ilyen fórumon próbáljuk ugye pótolni. Tehát azzal együtt nagyon fontos a megkülönböztetésnek a kiküszöbölése, és megtalálni azt a módot, hogy hogyan lehetséges ez. Nagyon fontos annak arra rávilágítani, és elgondolkodni azon, hogy bizonyos csoportok, és itt a transzneműekre gondolunk, illetve az ő érdekükben föllépőkre, a követeléseikkel nem épp azt érik el, hogy más olyan csoportoknak az érdekeibe ütközik ez, akiknek szintén nagyon fontos azt elérniük, hogy a jogaik érvényesüljenek. És itt a női jogokra gondolok, a nők biológiai nemen alapuló jogaira. Itt ez a kettő ütközik tulajdonképpen, és arra szeretnék rávilágítani, hogy azáltal, hogy lépésenként, ahogy az megfigyelhető, a transzjogi követelésekkel, egyrészt először a nem valamilyen elfogadását, jogi elismerését próbálják kitűzni célul, és akár ugye operációk lehetővé tételével, és utána tehát a személyazonosság megváltoztatásával, de valahogy úgy tűnik, hogy az lenne a fő cél, hogy a személyazonosság anélkül megváltoztatható legyen, hogy ennek bármiféle jelentősége lenne. Tehát akár a születési anyakönyvet utólag is lehessen a megélt nem alapján úgymond megváltoztatni. És ennek szerintünk egyrészt a statisztikai valóság, másrészt a biológiai, tehát az életnek a biológiai oldala szempontjából is nagyon-nagyon nagy jelentősége, hogy ezt nem szabadna csak úgy kiiktatni, mert ennek nagyon fontos a jelentősége a transzneműként azonosuló emberek számára is egyébként. Másrészt pedig a női jogok szempontjából elengedhetetlen, hogy továbbra is rendelkezésünkre álljon ez a kategória, a biológiai nem kategóriája, hiszen ezen át tudjuk megragadni egyrészt az, hogy a nőknek milyen sajátos biológiai és az ahhoz kapcsolódó társadalmi szerepeik vannak, amikre figyelemmel kell lenni. Másrészt pedig azt... Ja, igen. Bocsánat, itt egy kicsit belezavarodtam. Tehát nagyon fontos az, hogy a biológiai nem kategóriája fönnmaradjon a női jogok szempontjából. És egy ellentmondás egyébként tapasztalható abban is, hogy miközben a gendert, illetve a nemet, a biológiai nemet egy hasonló szintre hozó transz politikában hivatkoznak a női nemre, a biológiai sajátosságokra, ezzel együtt egyre inkább ellene hatnak, tehát egyre inkább próbálják nyelvileg és jogi kategóriák szerint is egyre inkább eltörölni. Erre egy példa az, hogy az Egyesült Királyságban, ahol ugye egyéb stratégiák mellett a nyelven, a nyelvhasználaton keresztül próbálják a transzjogi követeléseket jobban elfogadtatni,
Ez azt jelenti, hogy szankcionálják is azt a fajta nyelvhasználatot, amit ez nem eléggé fogadja el, vagy nincs eléggé erre nincs eléggé tekintettel. És ott azt lehetett olvasni, hogy épp még a szülészet nőgyógyászat területén is, például a szülésznői útmutatásokban nem nőként utalnak úgymond a szülőnőre, hanem azt mondják, hogy mivel ő azonosíthatja magát egy másik nemmel is, ezért utaljunk rá úgy, mint terhes vagy szülő ember. És ez a nőnek ez a kategóriája, ennek az eltörlése a biológiai, kulturális, társadalmi és egyéni aspektusaival együtt tényleg egy olyan intőjel, ami szerintünk nagyon is hogy fontos, hogy erről beszéljünk. És például a J.K. Rowling, híres írónő, pont ezt, ugye ez volt az első Twitteren való megnyilvánulása, ami felkeltette aztán az ellenszenvet, vagy a kritikát iránta, és hát olyan transz személyek, akik nőként azonosítják, vagy azonosulnak, és tényleg ekként élik az életüket, de a megnyilvánulásaikban olyan szexuális jellegű és olyan fenyegetéseket is tettek az irányába, ami szerintem sajnos inkább egyrészt lehetetlenné teszi a párbeszédet, másrészt pont rámutat arra, hogy miért veszélyes ez a párbeszéd, és hogy a nők miért érzik úgy, hogy ez a fajta fenyegetettség sajnos ebben a kontextusban is nagyon jellemző és fennáll. Nagyon szépen köszönöm. A téma valóban nagyon megosztó feminista körökben is, és nehéz hozzányúlni, nehéz róla beszélni, ezért is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy tudjuk még folytatni ezt a beszélgetést esetleg egy másik alkalommal. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a mai darálunk. Mindenképpen iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, kövessetek minket Facebookon és Spotify-on is, és ha tehetitek, szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Én Balogh Zsófi voltam, nem sokára újra találkozunk, addig is éljenek a nők!